Itt vagyunk a Mi Hazánk mozgalom eredményváróján, és ezek bizony már az ünneplés pillanatai, mert az eredmény ismeretében kijelenthetjük, hogy a Mi Hazánk mozgalom megkerülhetetlen erőként bekerült a Magyar Országgyűlésbe. Én, mint a munkaügyi kabinet elnöke is szeretném megköszönni azt a sok-sok szavazatot, amit a magyar emberektől, a magyar munkavállalóktól, dolgozóktól kaptunk, és egy valamit biztosan tudok ígérni innen, erről a helyről, hogy ígéretünket betartjuk, és minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy céljainkat megvalósítsuk, hogy kiköveteljük a Covid-diktatúra kárvallottjainak kártalanítását, azoknak a munkavállalóknak, akiket a kötelező oltás miatt rúgtak ki, vagy érte őket hátrány, hogy törvényi erővel megteremtsük a valódi szakszervezetiséget, munkavállalói érdekképviseletet, illetve hogy elérjük azt, hogy emberhez méltó fizetéseket kapjanak végre a magyarok. Erre ígéretet teszek itt erről a helyről, hogy mindent megteszünk ennek érdekében, mert végre az elmúlt 30 évtől eltérően eljött az a pillanat, hogy van olyan párt a Magyar Országgyűlésben, amelyik tisztán és hitelesen képviseli a magyar munkavállalókat azért, mert a Mi Hazánk mozgalom tagjai a munkavállalói világból jöttek, nem pedig egy olyan idézőjeles elitből, amelynek semmi köze a magyar néphez. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki a Mi Hazánk mozgalomra szavazott. Ez nem a végállomás, ez még csak az első lépés. Megyünk tovább jelszavunk szellemében. Isten, haza, család, munka. Köszönöm szépen!